Csináld magad, maga nyírja a füvet a közterületen egy Somogy megyei polgármester, mert annyira elfogytak a közmunkások, több településen a falugondnokok vagy éppen a lakók tartják rendben a közterületeket, mert nagyon kevesen választják a közmunkát. Ezzel szemben például az ország északkeleti részén sok helyen a közmunka az egyetlen kereseti lehetőség. Süle Tibor, a Somogy megyei Alsóbogát polgármestere füvet vágni indul a falu kis traktorjával a játszótérre. Ő azt mondja, hogy már 4-5 éve próbálja jelezni, hogy a kis települések komoly bajba kerülnek, mivel sok helyen elfogytak a közmunkások. Találnak munkahelyet, hála Isten, a versenypiacon, és kiürülnek a települések a foglalkoztatás terén, ami nagyon jó, hiszen a foglalkoztatástól jobb nincs a földön, de nem lesz lassan kiüzemeltesse a településeinket. A falu első embere azt mondja, hogy ha kell, akkor a fűnyírás mellett akár permetezni is beáll. Segítője leginkább a falugondnok. Süle Tibor szerint egyébként egyszerű lenne a megoldás. Élhető bért kéne adni, és akkor aki eljár dolgozni, de szívesen maradna inkább itthon egy számottevő bérezés miatt, biztos, hogy maradna és segítene nekünk a feladataink elvégzésében. Nincsenek ilyen gondjai a Nógrád megyei Nagy Lóc polgármesterének. Itt sokan élnek a közfoglalkoztatásból. A faluban nincs munkalehetőség, és nem tud mindenki messze menni. Ezek az emberek már abból adódóan jönnek össze, akik valószínűleg nem tudnak már Budapestre vagy nagyvárosba eljárni, nem tudnak háromműszakos sori munkát vállalni. Tehát ezek az emberek munkavégzésében kiválóan alkalmasak, csak már nem tudnak komolyabb utat megtenni, elmenni, más faluba dolgozni. Az ország nyugati részén egyre nehezebb helyzetbe került önkormányzatok vezetői azt mondják, hogy saját erőből biztos, hogy nem tudják piaci alapon finanszírozni a települések karbantartását, így marad az önkénteskedés.